az a legtöbbet keresett név a Google-ben. Magyarországon? Az a Ria az első, hát és Eszenyi Enikő a második. De miért? Hát nem tudom. Ezen vagyok kiakadva én is. Mi történt? Erőszakos volt. Eszenyi Enikő mit erőszakoskodott? És ezért ennyire rákerestek, mert egy műsorban agresszív volt. Kezdjük el. Kigyúrta magát Gyurcsány, mi a fasz? Dionizék vagytok. Kolossal már ezt sokszor beszéltük, hogy itt a Twitch-en szoktunk lenni, gyertek ti is Twitch-re VOD nézők, mert az tök menő, és akkor itt lehettek velünk élőben. És egyre többen itt vagytok, amúgy 81 ember van ott most jó, is itt. Nagyon szépen köszönjük. És akkor ezzel szoktunk hülyéskedni Kolossal, hogy amikor lelőjük a vodadást, és akkor megy egy kis zenehallgatás a két adás között, itt a Twitch-en, akkor szoktunk beszélgetni. És amikor Koloss mindig mondja, hogy nem mondjál már ilyeneket, mert leolvassák a szádról. Ja, és mert ezek... ugye lenemítjük a mikrofont, de közben Laci beszél. Kilőjük a mikrofont, és itt nagy haotázások közben meg szoktuk beszélni az élet nagy rejtelmeit. Olyanokat, amiket nem mondanunk egy adásba be. Hát olyan megfogalmazás. És olyan dolgokról beszélünk, amit nem mondanánk itt eladásban. Nem azért, mert csúnya, vagy valami, csak lehet, hogy túlságosan privát, vagy túlságosan személyes, és mondjuk olyan, hogy nem mondjad már, leolvassák a szádat, ezek nem olvassák le, és de. Írták a csetbe. És érted? Leírják a csetbe, amiről beszélünk, érted? Veszélyes. Nekünk komoly nézőink vannak, nem lehet. De most a szünetben azt csináljátok, hogy leültük a tévé elé, és így nézik. És így a szánkat. Hát azért vannak itt, hogy nézzenek be az. De nincsen semmi, és így nézik a szánkat. Hát hallgatják az elét, ezt nézik a szánkat. De már. Nagyon furcsa. Nem tudom. Fú, de amúgy tényleg van veszélyes, mert hogyha van itt olyan, aki hallássérült és tud szájról olvasni, annak emberek, akik konkrétan tudnak szájra olvasni, mert mondjuk hallássérültek, mert nem hallanak olyan jól, azok hát simán. Hát nem biztos, nem tudom, hogy ők tudnak minket nézni, mert neked például tök sokszor van, hogy kitakarja a mikrofon a szádat. Hát azt értem, neked mindig magasabban van a mikrofon. Értem, hogy kitakarja, de amúgy meg az, aki tényleg ért a szájra olvasásra, az szerintem még ezt is le tudná olvasni, amilyen most beszélünk. Hát valószínűleg persze. Ilyen sebesség. Azért az elég durva. Mostantól azt kell mondani Pistinek, tehát a szájkos Pistinek, hogy ilyen szájtakarót csinálja nekünk. Hát, hogy maszkban nyomjuk, mint régen, amikor Covid volt. Akkor én nem is podcast, nem is podcastelt. Dehogy is nem, itt ültél covidosan mellettem. Jó, de az már a vége fele volt. Hát még akkor lent voltunk, és akkor kaptad el. Az nem a vége fele volt, az eleje volt. Mikor kezdtük? 21. Hát akkor volt a második év a covidnak. Ja, durva. Ezt meg is nyomtuk. Ja. Kemény. Na. Igen. Jó van, kezdjük el. Kezdjünk egy ilyen röviddel. A Google minden évben ki szokta adni országokra lebontva, hogy mik a legnépszerűbb kereső szavak abban az évben. Na, már megint? Ilyen szokott lenni. Ja, igen? Ezt tavaly nem hoztuk fel. Valamelyik évben, mert nem is ezt szokták még köztudomásul hozni, hanem van olyan is, hogy az év legkeresettebb, nem is legkeresettebb, hogy mondjam neked, az a szó, amit legtöbbször mondtak abban az évben. Legnépszerűbb. Hát igen, hogy a legtöbbször használt. Igen, az internetes? Interneten vagy? Igen. Ja. Az internetes, az egyik évben, annak az évnek a legtöbbször használt szava az egyik évben az a selfie volt. Igen. Selfie. Ott volt az ánusz rózsa is, nem? Lehet. Az még nagyon régen volt, az is Balázsékban volt még. Nem, az ilyen szavazás volt, hogy az év szava volt, valami szavazás nem volt, tudom, és az ánusz rózsát szavaztam. Oda nézzük már meg az év legnépszerűbb szavát. De várjál, ezt nézzük már meg ezt, amit van a Google-nél. Mert itt kategóriákra van osztva, hogy emberek, filmek, sorozatok, sportesemények, meg ilyesmi. Szerintem a legtöbbször keresett ember, mondjuk az elég egyszerű. Szerinted ki a legkeresettebb ember ma, vagy ebben az évben Magyarországon zenész, elárulom, szóval valószínűleg könnyű. Igen, egyébként Azaria. De Azaria a legkeresettebb név. Nem, már ez Magyarországon? Igen, de a másodikban az meg Eszenyi Enikő. Miért? Mi van ez? Valami történt Eszenyi Enikővel, vagy mi? Ugye rákeresek. Vagy Eszenyi Enikő miért? Na, hogyha még vágó is van, akkor megérteném. Hát Eszenyi Enikő. Hát, de az meg. Mit csinált Eszenyi Enikő? Valaki írja már meg. Sebestyén Balázs hozzá képest azért mégiscsak nagyobb influencer rendelkezik, vagy mit tudom én, valami zenész, fogalma vagy bárki. Nincs. De akkor ez most mi? Agresszívoskodott, amikor főnök volt. Tehát ez a legtöbbet keresett név a Google-ben. Magyarországon? Igen, az a Ria az első, ez még és Eszenyi Enikő a második. De miért? Hát nem tudom, ezen vagyok kiakadva én is. Mi történt? Mert hogyha még Vágó István, most tényleg ő szegény, most meghalt idén, de... Egyébként külön van emberekről, és van elhunytakról is. Elhunytaknál Suhajda Szilárd, Matthew Perry, Vágó István. De az a Suhajdás sztori az annyira szomorú volt. Az idén februárban volt. Ezt nem vágom, hogy mi történt pontosan. Hát Suhajda Szilárd, aki a Montavereszten eltűnt és meghalt.
Hát igen. Magyar hegymászó. Volt már ilyen, mert hogy persze. Hát volt már ilyen. Hát nem, az szomorú persze, csak hogy nem tudom, hogy mi volt a sztori amúgy. Hát ez azt hiszem február vagy márciusban akarta meghódítani a Monteverestet, és sajnos eltűnt és meghalt, és azt nagyon sajnáltam. Én nagyon sokáig dukkoltam neki, hogy elmondom, ez fasság, meg fake info, hogy eltűnt, meg meghalt, mondom, biztos, hogy azért, mert oda azért nagy csomó izét kapunk. Milyen hírek ezek? Álhír. Ez a álhír, meg fake news, meg nem tudom, milyen híreket szoktunk kapni, annól ez is biztos, hogy fake news, megmondom, lehet, hogy csak elment a tér eleje, hát nem, hanem ez sajnos igaz volt. Erőszakos volt. Ezt ennyi nekünk mit erőszakoskodott? És ezért ennyire rákerestek, mert egy műsorban agresszív volt. Na igen, igen, szóval az élő emberek, ugye Azaria, Eszenyi Enikő, Jákob Zoltán, ő ugye az a milliárdos csávó, aki valamelyik izébe volt ilyen társkeresős műsorban. Lakos csávó, Mr. Különlakos? Nem, ilyen izéje van ilyen, tehát a vastag keretes szemüvege meg minden. Igen, Gávölgyi János a negyedik. De mi a fasz? Én ezt nem értem, ezek rendes infók? A Jákob Zolit persze, azt mondtam volna meg Azariát, de... És ki az a... Az ötödik? Az ki? Az mi a tököm? Nézd már meg. Az micsoda? Az mi? Kansudere. Sancsudere. Az ki? Az mi? Ennyire vagyunk maradva, vagy mi a fasz? Mi ez? Ez Google ezt jól számolta? Ez egy török színésznő. Jó, hogy nem csak magyarok vannak benne, jó, persze előbb is volt Matthew Perry. Aha. És akkor ő valami tepsi szájú Jákob. Akkor a fasz. Szóval ez kicsoda. Szulejmán. Szulejmán eltűntek hit sztárja. Aha. Török földrengéskor eltűnt színésznő. Jó, hogy eltűnt, akkor ezért kerestek annyira rá. Hát jól, azt nem találták meg még így sem. Veszek. Mik vannak? Nagyon durva. Na igen. Eltűnt az ékeresték a mirának. Jaj, de köcsö. Ezt kiírta. Te mondtad. Ja, azt én mondtam. Csak áthallás. Csak áthallás. Jó, de én nem úgy gondoltam. Ebből is vágok sortot, azt ezzel is izé kipicsáznak. Az ékeresték. Jó. Nem úgy gondoltam. Nem rajta nevetek, Isten őriz, nem rajta nevetek. Előkerült amúgy? Remélem, hogy előkerült, nem rajta nevetek. Na nézzük filmek. Oppenheimer, nem láttam, pedig nagyon meg kéne nézni. Vagy nagyon nem. Sokan azt mondják, hogy nagy, nagyon rossz volt. Hát én szinte csak jókat hallottam. Tényleg? Uh-huh. Én meg csak rosszakat. Tényleg? Igen. Attól függ, honnan tájékozódunk. Hát a második a Barbie, harmadik az Avatar 2. Fú, egyébként bazzeg, most izé kijött a Avatarnak valami videójáték verziója, és a VR Pisti azzal játszik, aztán így belenéztem, megnéztem, vagy kétszer egy órát belőle, és így valamilyen este 9 volt, és így ültem. Nekem most meg kell néznem az Avatar első részét. De mondtam, azért 10-kor aludnom kell, mert ugye reggel korán kelek, és így folyamatosan is megnéztem az Avatar első részét. És egy ilyen laza 3 órát itt elücsörögtem, bekapcsoltam a nagy monitort, mondom, legalább megnézem, hogy azon milyen, és akkor megnéztem, hogy hát egy gyorsan 5 perc az Avatar, az olyan, tudod, belekezdesz, és akkor úgy vége van. Kb. Wow. Olyan, hogy tök jó volt. Őrült. És meglepődtem egyébként, ugye Disney Plus-on néztem, szóval streamingen, és a 4K-s monitoron nem, hát jó, persze nem volt annyira jó, meg ugye hát ez szerintem már egy remastered verzió, mert ugye azt 1080p-be csinálták, és ugye a CGI-t azt nem lehet csak úgy felskálázni, mert azt újra kell gyakorlatilag az egészet csinálni. Rajzolni. Igen, és amúgy nem nézett ki rosszul. Lehet, hogy lemezen, amikor kiadják, tudod, akkor az fullos formáton, azon még lehet, az a Blu-ray-en jött ki. Hát igen, annó, de az 1080p-s volt. Ez a Blu-ray, hogy eltűnt a picsába? A Blu-ray az még van, van 4K Blu-ray is. Hát ugye például, mint ahogy például VR Pist is szokott róla sokat beszélni, hogy ő ezeket veszi, meggyűjti, mert az olyan, hogy az biztos, hogy megvan, és abban van, hogy tök sok ilyen extra van, vagy olyan rész, ami amúgy nincs benne a streaming verzióban, az a legjobb minőségű, tehát ugye az a full minőség. Úgyhogy wow. Az nagyon durva. Ja, úgyhogy megnéztem az Avatar első részét, és még mindig kurva jó az a film, nem lehet megunni. Úgyhogy megnézem a második részét is majd valamelyik nap, nem tudom. Na, nézzük, Avatar 2 volt, igen. Megfojtott virágok a negyedik, azt nem tudom. A kíváncsi lennék, az egy tök jó film elvileg. Tényleg? És már lement a mozikban, aha. Én nem vágom, ez miről szól? Hát tök jó film. Ja, okay. Meg kell nézni. John Wick 4, egy John Wick-et sem láttam még. Én azt hiszem egyet láttam. Igen, nem vagyok ilyen akció. Megfojtott virágokat múltkor beosztam adásban, emlékszel rá, itt oldani is, és akkor beszéltük, hogy milyen filmeket kéne megnézni, és megbeszéltük, hogy megnézzük. Tényleg? Igen. Hoppá. Fizé van benne. Leonardo DiCaprio. Ja, akkor valami rémlik. Meg is néztük a trailerét itt adásba. Ja, az volt? Azaz. Ja, jó. Ja, okay. Jó, oké. Okay. Nézzétek a trailerét én. Jó, van, nem tudok mindenre figyelni. De Judy emlékszik rá, köszönjük szépen. Hát jó, már neki csak néznie kellett az adást. Na igen, sorozatok. Wednesday, nem láttam. Ginny és Georgia, nem láttam. Hazatalász, nem láttam. Last of Us, azt láttuk. Last of Us-t, ja. Várjál már most akkor, mikor jön ki a következő évad? Nem tudom, nem 25-ben? Tavasszal nagyon nagy hype-ot kapott. Aztán, hát ez, várjál, ez most tavasszal volt. Akkor az még az nem egy év, az azért a több idő megcsinálják szerintem. De valaki megírja majd biztos mindjárt. 25-ben jön, azt írták. Enzoli, aha. De akkor 25 vége valószínűleg.
Probably the end of 2024 végén, vagy 2025 elején valószínűleg. Hát akkor az még egy év, biztos. Igen, szóval a szorozatok azok megvoltak, és akkor van még sportesemények, az érdekel valakit? Nem. De mondjuk atlétikai VB, EB-selejtező Magyarország-Szerbia, Magyarország-Bulgária és Magyarország-Litvánia. Király. Oké, okay, tévéműsorok, Starbox, nyerőpáros, Power of Love, ez ilyen ismerkedés műsor volt az is? Kőgazdag fiatalok csak a negyedik, pedig arra nagyon sokat beszéltek. Az is fasság, úgy Dancing with the Stars az ötödik. Láttad azt a másik műsort? Kanapé huszárok. Nem, az milyen? Van 4-5 csoport ember, mit tudom én, 4-5, nem tudom neki elmagyarázni a formátumot. Az a lényeg. Belenézünk? Ja. Ja. Akkor nem mondjam el a formátumot? Nem mondom. Van 4-5 geng, csapat. Öreg nénike bácsika, fiatal suhanc srácok, igen, barátok a kollégiumban, ilyen gengek vannak, akik ugyanazt a műsort nézik. Igen. De ilyen hótrandom műsort, és elmondják a véleményük. És reagálnak rá. Igen. Hát ez mint a YouTube-on bárki, amit csinál. De érted? De fúfasság. Olyan adásokat nézik, hogy már rég lement az RTL-en, vagy az anyacsatornán, ahol ez éppen megy, nem tudom most a... Hogy annak a csatornának a műsorait nézik, ahol van a műsor. Legutóbb, amit én láttam, az izét nézték, a National Geographic-os repülőgépes katasztrófákat. És akkor izé megnéztek egy részt, tudod, volt a National Geographic-on egy ilyen repülőgépes katasztrófás sorozat, hogy most hogy menne ki a hegynek a repülőgép, és akkor pont azt nézték, és akkor ebben nézzünk már bele. Úristen. Mi a címe? Kanapéhuszárok. Ez az egyik legkellemetlenebb. Hát akkor ez gyakorlatilag a reakcióvideónak a tévés megfeleltetése. Így van. Igaz, kapcsolatban. Egészségedre költisz. Ő inkább ilyen boxer forma. Minden csinál a csávó. Jaj, itt van a szuper sztár. Ilyen fejhes még. Csicska bajusz. Yeah. Kanapé huszárok. Új kibeszélő reality november 24-től minden péntek este. Mondd, hogy nem kellemetlen. Mi is ezt csináljuk, Laci, csak mi az interneten. Hát de mondd meg, akkor is kellemetlen. Már itt vannak idősebbek is. Na ez sok a poénap. Mekkora gyomros, mindjárt K.O. Ezért nem bírom én a boxot. Agyonverik egymást. Még a vágás is bazdag olyan, mint a YouTube-on. Ilyen vágásokat régen nem csináltak a tévében. Tehát jó, nem egy bonyolult vágás, de... Ezért nem bírom én a boxot. Agyonverik egymást. Szóval ez a belanagyítás vágod. Nem kéne neki celebeskedni. Kanapé huszárok. Egyébként ez poén ez a néni. Hát nem kell a tévének az internetet utánozni egyébként, nem jók benne, sose lesznek jók, ez van. Jó, oké, el tudom fogadni, ez még egy viszonylag, én azt mondom, hogy jobb, mint a Starbucks meg az ilyen fasságok, mert hogy nem tudom, legalább itt nem a hülye celebeket kell nézni, legalább annyiból jó, nem? Ja. Úgyhogy én amúgy ez szívesen belenéznék, vagy ilyesmi. Ez még, hát nem azért, most nekem ez a műsor, ez nem azt mondom, hogy tetszik, de eddig ezt mondjuk a legnormálisabb tévés műsornak kb. Hát mert rendes átlag emberek vannak, és reagálnak dolgokra. Ja. Nem tudom, hogy van összevágva. Inkább ez nincs, mint a Családi titkok. Az mi? Ja, az, ami régen ment? Most is megy. Igen? Persze. Hát az ilyen megrendezett reality. Azt hiszik, mindig rajta jön, csak igen, színészek vannak benne. Nagyon rossz színészek. De ilyen amatőr színészek vannak. Mert utcai színészek vannak. Nagyon rossz. Igen, nagyon rossz. Nagyon túl játsszák. Úristen. Okay, na, akkor ezt a listát ezt befejeztük szerintem. Ja, az év legkeresettebb szavára nem keresünk rá? Ez 2022. Szerintem ezek majd később jönnek ki. Itt 22-es cikkek vannak. Na, jó van. És akkor mi volt 22 a leghíresebb? 22-ben legtöbbet keresett szava. Felkapott keresések, Ukrajna volt az első. Érthető. Népszámlálás 2022. Választás 2022, ugye akkor az izé volt. Orosz-ukrán háború. Euró to huf. Nem is értem. Herceg Erika, az nem tudom kicsoda. MVM. Be akarták fizetni a villanyszámlát. Kulcseredina, a Putyin és rezsicsökkentés a tizedik. Fassa. Emberek, ezt, vannak emberek. Ezt majd megnézzük. Ez már nem releváns. Herceg Erika, Kulcseredina, a Putyin, Johnny Depp, GVM. Na megnézzük, hogyha ki jön januárban az idei. Még mindig a 2014-es részeket adják. Ma miből? A Családi titkokból. Ja tényleg? Biztos. Ismétlik? Biztos. Jó, de jó lehet. Elmondjuk nekik a szörnyű hírt, vagy inkább majd döbbenjenek rá szerdán. Melyiket? A szörnyű hírt. Melyik szörnyű hír? Hát az, hogy ja, hogy nem leszel szerdán. A. Laci nem lesz szerdán. Nem leszek szerdán, srácok, sajnálom. Úgyhogy reméljük, hogy Danék jönnek. Dolgozni fogok. Ha nem jönnek, akkor egyedül fogok itt streamelni, és akkor majd együtt nézünk YouTube videókat. De felhívva a telefonon. Ja, ezért tudatos. Elérhető lesz. Csak majd így fogsz beszélni, nem beszéltek hangosan egyébként. Múlt, és így nyomtad. Hát jó, de akkor majd kimegyek. Jó van. És ki leszel másfél óráig?
Simán. Jó. Kimegyek küldetésbe. Rakjuk Lacit, bekapcsoljuk adásba. Egyébként én is szívesen tolnék már egyszer egyedül streamet, így leülnénk a nézőkkel, aztán néznénk valamit, de az abban senki nem nézné szerintem. Én ezt tolom a vad Indiába. Most nem is nézzük sokkal. Jó, de azért nézzük valamennyire. Ja. Ja, ja. Én szívesen néznék a nézőkkel videót, én csinálnék olyan streamet. Küldünk jó témákat, tessék. Na, tessék, egyszer lesz majd Kolos stream. Hogyha már van Lacit stream, akkor én csinálok majd egyszer streamet. Ja. Na, jó, oké. Szóval ez egy érdekes cucc, erre menjünk rá. Szeretleg-magyarország.hu, ez a legtrágyább oldal a világon egyébként. Ezen az meg, mutatom, hogy néz ki az oldal, biztos ti is láttátok már. Egymerő propaganda az egész? Nem, az meg reklám. Tehát egy reklám mindenhol. Tehát nem lehet meg elolvasni, mert az meg annyi reklám, hogy nem győzött kékszelni. Úgyhogy... Hát azért, mert valami fel kell magukat tartani. Ah, Istenem, na mindegy. Szóval skipeljük a reklámokat, meg kékszeljük, meg minden. X, itt is egy X, ott is egy X. Ezt kérdeztétek X-elni? Ezt le kell így küldeni. Ja, oké. Okay. Most nagyjából látom. Szóval... És most felugró 6. Ja. Nem, azt már szerintem feljött. Kitalálja a jelszót a mesterséges intelligencia a gépelés hangja alapján. Anya. Az para. Egy telefon és egy laptop segítségével gyorsan megtanították az egyes billentyűk leütésének hangjára az AI-t. Megoldás lehet a 10 ujjas gépelés vagy a jelszó menedzser használata. Tehát akkor ezt lehet, hogy úgy csinálták, hogy így egyesével ütötték? Mert ugye azért, hogyha így gépelsz, akkor azért elég összemosódik. Na akkor lehet, hogy egy, tehát hogyha így... Ez egy ujjas gépelés, aha. Igen. Szóval nézzük a cikket, átpörgetünk a reklámokon. Már a gépelés alapján képes felismerni azt egy brit kutatók által betanított mesterséges intelligencia, hogy mely billentyűket nyomták le a felhasználók, írja a PC World. A szoftvert egy laptop mellé helyezett okostelefon mikrofonjának segítségével tanították be a klaviatúra billentyűjének felismerésére, miután a hangok mellé rendelték a megfelelő betűket, ki is próbálták az AI-t egy jelszó beírásával. A program 95%-os pontossággal felismerte, hogy mely betűket nyomták meg a jelszó begépelése során. Azt is letesztelték, hogy videóhívás során milyen hatékonysággal ismeri föl a mesterséges intelligencia begépelt szavakat, és hasonló eredménye jutottak. A Zoom esetében 93, mi Skype-nál 92%-ban ismerte föl a billentyűk hangját. Az para. Ez elég fosatós. Az para, igen. Hát igen. Nem vagyunk biztonságban, mondjuk ezt tudtuk. Hát izért kell ilyen autó. Hát egy két lépcsős, persze, igen, meg autófillest, tudod, amikor így nekem például olyan, hogy a gépem ugye el vannak mentve jelszavak, és akkor kitölti automatikusan, hogyha benyomom a milyen, ez a új lenyomat olvasót, és akkor úgy. Én nem tudom a jelszavaimat amúgy. Sokat segít, de ez meg azért szar, mert egy dolgot kell feltörni, és meg lesz az összes jelszavunk. Mármit? Hát a gépemet? Igen. De mindenem két lépcsőn van, nem tudnak belépni. Akkor jó. Vagyis hát ez elég, biztos, hogy meg lehet oldani, de azért nagyon kicsi az esélye. Az a baj, hogy nem vagyunk biztonságban, ezt meddig is tudtuk. Hát ha van két lépcsőd, akkor azért 99,999 tehát hogy akkor elég, az elég biztonságos, de az se teljesen biztonságos, persze. Tehát mindent ki lehet hát jelenteni. Hát meg az, hogy ahogy fejlődik, ez ugyanaz, mint a rablóknál. Ahogy fejlődnek a rablók, úgy fognak fejlődni a rendőrök is. Szóval ahogy fejlődnek a vírusok, úgy fog fejlődni a vírusírtó programok, szóval. Akkor valószínűleg tovább fogják fejleszteni, hogy még biztonságosabbak legyenek a jelszavak. Hát ja, de ez egy kicsit para, hogy így a hangja alapján. Jó, most már minden jelszavam, egyik jelszavamot sem fogom begépelni, mert eszem egy jelszavam van, amit de gépelek, de most már azt is be fogom állítani valami ízére. Én értem, Kolos, de ennek a felsőbb hatalomnak kell lenni, aki erre kíváncsi, mi azért a mesterséges intelligencia, azt nem tudsz így hozzáférni. Az a mesterséges intelligencia az, ami most elérhető, és te most azt mondod neki, hogy törd már fel nekem, légy szíves, ennek a számítógépét nem fogja csinálni. Nem, igen, de hogyha van egy hacker, aki hozzá és felhasználni a mesterséges intelligenciát, akkor az úgy már elég jó kombó. Hát az úgy már elég jó kombó, de az meg nem ránk kíváncsi, mondjuk a NASA-nak a kódjára. Hát nem, igen, de sokan úgy hackkelnek, hogy nem embereket, hanem mit tudom én adatbázisokat. És adatbázisban benne van, mit tudom én, pár ezer embernek a adatai, és akkor azt úgy kilíkelik az egészet. Szóval nem arra mennek rá. Úgy már jártam én is. Igen, nem arra mennek rá, hogy neked Egeresi Lászlónak felrakják a jelszavát a netre, hanem van egy adatbázis, azt kilíkelik, és akkor ott van, mit tudom én. Nekem így törték fel a Steam-emet. A Steam-emet így törték fel egy kis csicska gyerek. Valaki, valami külföldi. Valami 14 éves orosz középiskolás. És akkor kaptam értesítést a Google-től, hogy felkerült egy ilyen platformra a jelszavam, és hogy kezdjek valamit, mert az összes jelszavam felkerült, vagy nem tudom, nagyon sok, és akkor azt meg kellett gyorsan szüntetni. Mondjuk én nem voltam ideges, mert a Steam-en nekem nem volt semmi olyan dolgom, ami miatt idegeskednem kellett volna. Jó, van hát a játékaid ott vannak. Hát persze, de azt nem tudja eltávolítani. Hát de azért fizettél. Hát jó, de
gyorsan meg kellett csinálni, mert amúgy, hogyha szólsz nekik, és szóltam nekik, nem tudtam belépni, meg kínai lett az oldalom, egyből kínai lett az oldalom, meg mit tudom én, mi is szóltam nekik, hogy mi van, és akkor azonnal őt kidobták, engem visszaengedtek, szóval igazából... Egy nem tudják a játékodat így eladni, vagy kiszedni, vagy ilyesmi. Hát, hogyha egyszer már megvettél valamit, ha letörlöd, ha bármit csinálsz, az a tied marad. Szóval le tudom törölni a számítógépről. A laptopról most mindent átraktam a PC-re, és át tudtam két gombnyomással tenni azokat a játékokat. Sőt, a mentések is megvannak, mert a játékok már felhőbe mentenek. Szóval amit a laptopon abba hagytam, azt a PC-n tudom folytatni. Sőt, hogyha elmegyek nyaralni, vagy valahova, vagy ide átjönnék hozzád, és én játszani akarok, hogyha be tudok lépni a Steam-en, letöltöm a játékot, onnan folytatom, a otthon abba hagytam. Szóval ez tök jó. A meg kell, nem lesz könnyű. Ja, hát az... Valószínűleg nem fognak menni a gémek. Ja. Amúgy, amire én kíváncsi lennék ezzel a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy a GTA Vice City, a töltőképernyője, az volt, hogy gépeltek és Enter. GTA Vice City-nek az a tétel, hogy akkor mit ütöttek le, én arra kíváncsi lennék, hogy azt meg kéne vele hallgattatni. Hát valami fú fasságot. De hát gondolom ez attól is függ, mert hogy írják, hogy mit tudom én, specifikusan egy, azt hiszem olyan gép, mint az enyém, egy MacBook Air, igen. Egy, nem egy M1-es, 21-es MacBook Air, MacBook Pro volt, szóval, hogy az valószínűleg csak az az AI, csak annak az egy gépnek a... Mondjuk azok elég egyforma billentyűzetek itt a Mac-nél. Valószínűleg akkor csak azokat tudja. Azt ki tudja, milyen klavírt nem ütötték be annak 2001-ben. Hát még izén, még az igazi nagyon. Ja. Úgyhogy azt hiszem, hogy vagy a Vice City, vagy a... Nem akarok már hozni, vagy a Vice City-nek a töltőképernyője volt ilyen, vagy én már nem is tudom. San Andreasnak biztos nem. Vagy nem tudom. Én akkor, azzal játszottam. És akkor izé beütötték a klavírt, és enter, és indult a játék, és ezt akkor nagyon jó volt, kíváncsi lennék. Lehet, hogy fasságot írtak be. Ja, lehet. Egyik rohadjon meg, hogy valami ilyesmi. De tök menő lenne, hogy erre rájönnék, hogy akkor mit ütöttek be neki. Biztos meg lehet csinálni. Ez az AI annyira határtalan bazd meg. Hát egy éve jött a ChatGPT, meg az OpenAI. Egy éve. És azóta már kurva sok mindent megváltoztatott. És nekem mindegy, csak segítsen rajtunk, és azon, hogy ne pusztítsuk el saját magunkat. Hát majd látjuk. Igen, azt ajánljak, hogy a felhasználók próbáljanak meg 10 ujjal gépelni, a jelszavakban szereplő kis és nagybetűk, valamint a speciális karakterek szintén megnehezítik a jelszavak rekonstruálását a mesterséges intelligencia számára. De a legjobb az, hogyha a jelszókezelő nyújtja, de a jelszókezelőd van, és akkor egy egér kattintással kitölti, amit én mondtam. Nézzünk egy rövid videót. Ja, majd két hosszúat. Vagy egy hosszút, két rövidet, vagy mi van? Nézzünk egy rövid videót. Nem baj, a héten most láttok először és utoljára. Kaptunk egy TikTok videót, ezt megnézzük, úgyhogy sűrűn nézzünk ilyeneket. Ez a 4-6-os villamos Budapesten. Így felismered? Hát ez a, igen, mert csak ott jár ilyen villamos. Ez a 4-6-os, nem? De menő vagy. Nem ismerem annyira Budapestet, csak ott jár ilyen villamos. Ez a hang. Van egy jó oldal egyébként, lehet azon is fönt volt a... Na milyen profit csinálja, úgy nézd meg? Benne van a kezébe. Hát a sérót meg kellett igazítani. De miért? Hát mert biztos mentek valahol, aztán nem volt ideig bemenni a szalomba. Azt mondta, hogy Armando, vagy hogy hívják ezt a csávot valószínűleg, nem tudom. Hozd már a izét. De figyelj már, ez nem egy piaci résznek a kihasználása? Te meg közlekedésen hajat nyírni? Hát így van, mivel amikor az autó, ez lehet, hogy átalakult, a piros lámpánál narancsá árulás, meg mandarin árulás, emlékszel? Pesten van ilyen, a piros lámpánál oda mennek, és akkor vegyél tőlük narancsot, vagy mandarint. Ilyen van, meg letörék a szélvédőtőlés, vagy csak simán kéregetés, és akkor ez most egy újfajta generáció, hajat vágnak a villamos. Amúgy meg bazd meg, nem kell időpontot kérni. De bazd meg, az a rettenetes sok hajjal mi lesz? Hát azt majd megoldják a vízi a BKK-nál. De bazd meg, nem kell időpontot kérni, ez milyen jó már. Felszállsz, ott van a csávó, van egy táblája, hogy figyelj, nyírom a hajad. Leülsz, felülsz a íz, egyik állam végállomáson, azt mondja, a végé rész addigra ízni, beállítja a sérül. Következők szívesen ráülni arra az ülésre. Vagy lesz egy... Visznek, tudod, van ilyen kis akkumulátoros kézi porszívó, és akkor biztos, hogy ezek visznek. A lakatos Armandót összetakarít. Lesz egy satú, és akkor most el lesz cseszve a hajad egy hónapig. Mit csinál? Hát nyom a... Ja. Egy satút, érted? Ja. Egy éles balkonyar, érted? És ami nem készült fel a bácsika, érted meg... Istenem, én nem is gondolom, hogy nem is tudom, hogy mit gondolnak. Volt valami ilyen videó régen, emlékszem, hogy valami medence mellett videózták le azt, de hogy tök sok ember volt, hogy egy hölgy ott vágta a lábkörmét. És akkor így körömcsipesz, és így csattogtatta, azt így repült a köröm. Hogyha már itt járunk, akkor nyisd meg, légy széles az Instagramot. Na. És írd be azt, hogy Hungarian, van egy ilyen oldal. Look at the Hungarians. Az. Ha egy levezetésre belenézhetnék egy-két videóba.
Az nagyon erős. Igen, hát ez egy erős oldal. Ez egy elég erős. Van, aki nem ismeri? Az eléggé elterjedt mostanában. Én imádom. Videókat? Uh-huh. Na melyiket? Ez, mondjuk ezt imádtam, ezt a képet, fasz meg. Ez annyira... Ez nem itt történt a környéken egyébként, mert nálunk rittig nyírják a füvet, állandóan bazd meg itt a faluban. Mert a fűnek ekkorának kell lenni, ha a fű nem akkora, akkor te akkor ott... csicska vagy. Akkor te ott csicska vagy, jaj. Ez kurva jó, szegény csávó, mondjuk ezt. Gondolom, hogy nem azért volt ott, mert nagyon ott akart lenni, hanem mondták, hogy izé... Józsi, Józsi. Kéne menni egy ebéd előtt. Amikor ilyen melót kell csinálni, akkor már látom a kélyes mosolyt a műhely főnökömnek az arcán. Igen. Az olyan, Lacikám, lenne egy testhez álló feladatod. Az kb. Ja, ilyen. Szóval a szopán. Az kb. Ilyen. Már olyan régóta téged keresnek, nem mondom, mert most nagy cumi lesz. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Na, villamos? Van még egy villamos. Na, nézzük, mi történt. Ja, ez amikor bunyó volt. Ezt néztük, nem? Ezt nem néztük? Azt a anyád. Ez így megcsöptem. Jajjaj. Jó, oké. Okay. Elejétől nézzük már. Milyen elejétől? Rekörgessük legaljára vagy? Nem, fentről. Ez a kép, az nem szeretnék semmit hozzáfűzni. Igen. Megfelel legelőre és válogatás nélkül entél. Jó, de ez nem mind videó. Várj, itt vannak a reelsek. Na, akkor menjünk a reelsekre. Jó van. Oké. Okay. Na, minőségi tartalomgyártás. Menj már a faszomban, előre fut! Gratulálok, bozd meg. Menj már be valamelyik bokorba, geci! Nem hiszem el! Jaj, ember. Menj már a faszomba, ember! Ja, igen. Ez a szerelő. A mesterember, figyeld. Ezt láttad? Mi a fasz? Megjött a mester. A lift szerelő? Megjött a mester. Jajjá. És mi van? Hát gondolom várták a mestert, és a mester ott maradt. De ki is tett támasztva az ajtó? Azt mondtam, hogy ez az. Off volta. Jaja. Ez a bunyós volt. Nem már, ez most... De bazd meg, ez ugyanaz a csávó. Ez egy másik felvétel. Igen, de gyűjti a hajat, és a végén ezt a sepri. Ja, hogy akkor ez nem az első akció volt. Aha. Beszarok. Inkább ez, mint hogy leszopta volna. Igen. Jó. Villamos szörf. Kérdezzük, hogy Laci, fogsz-e horror... Fogok. Horror játékkal játszani. Fogok. Hogy ne fognék? Nagyon megy a villamoson az igazítás, úgy látom. Na jó van. Nézzük már még! De mi a faszt akarsz ezen nézni? Még vannak érdekesek. Már megnézzétek a Vad Indian streambe. Te Kolos, ez most... Oda adtad most is. Oda. És akkor levonod tüllem. Jaj, tehát ilyen malacokat. Elszáll belőle. Hát az Isten a fasza! Megbűl! Onnan? Megbűl! Megbűl! Milyen jó, ez milyen tájszólás? Nem tudom, de nincs content. A csávó jól el van. Jó, megitta a reggelit szerintem. Laci, ne nézzünk ennyire trash-t, azért van egy határ. Ezeket mindenki élvezze otthon magában. Somogyi tájszólás, köszi. Szegény. Na, ugye nem fogja elejteni. Basz meg, elejti az összes üveget és összetöri. Sör, vagy bor. Nem tudom, bírt ki az áig, tesó. Szerintem végül messze van otthonról. De ő miért, neki már miért kell ezt még cipelni, és amikor egyenesen nem tud menni? Nem ejti el? Nem tudom, de nagyon furcsa járás. Hát az a... Lehet valami rapper. Még egyet megnézzünk, aztán vége. Ajjaj. Ők a takarító személyzet, úgy látom. Ő csak rosszul lett a napon, biztos meleg volt. Ja. Amúgy. Ajjaj, jön a kalóz néni, ajjaj. Hú, ott lebaszás lesz. Ott lebaszás lesz. Jajj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 
Szegény. Ez az utolsó munkanapja volt. Harmadfokú hőségriasztás volt szerintem. Igen, na jó van. Köszönjük szépen, aki nem ismerte Luke-et, de Hungarians, csekkoljátok le. Fú, lehet rajta. Érdekességek, ott lehet ragadni. Lehet rajta asszalni, igen. Budapest Beer Bus tele franciákkal előkapta a pömpit és locsolták a sört. Az se rossz egyébként. Jó, hát az a külföldiek azok állatok, amikor megérkeznek Magyarországon. Az a holland ember megvan, aki valakinek leszarta a fejét? Nem. Nincs. Volt egy ilyen. Azt nem nézzük meg. Leszarta a fejét. De miért? Egy alvó ember, tudom, ment és így leszarta. De ki aludt, vagy mi? Hát egy ember, nem tudom, egy ember aludt valahol, a strandon, és akkor gondolták, hogy milyen menő lesz, és leszarta a fejét.
Jó. Ezután még csináljunk valamit, vagy inkább ezt az adást ezt adjuk itt abba. Szerintem innen már nem menjünk tovább. Nem menjünk mélyebbre? Nem, nézzük meg a kommenteket, aztán utána elköszönünk. Kokózni szoktak a beerbuszokon, mesélték. Ja, ja, ja. Azokat nem is tudom, az a beerbike-ra gondolsz, nem? Vagy ez nem a beerbike? Vagy most ez a beerbusz az, mi az a beerbusz? Az nem az a beerbike, amikor így ülnek és így tekernek? Mi ez a beerbusz? Szia, kupacka. Tudod, mire gondolok amúgy? Nem tudom. A beerbike. Amikor tudod, így ülnek, így egymással szembe, és akkor tekerik, és közben, és akkor isznak. Ez nincs meg. És egy ember irányítja, a többi az teker, és közben sörözik. Nem vár. Ez nem vágtad? Hol van? Hát ilyen sok helyen van, Budapesten is van. Nem vár. De aki vezet, az nem ihat? Dehogy nem, az is iszik. Hát de ez hogy van akkor a rendőrségen, ez hogy délelték le? Jó kérdés, nem tudom. Rendes parti buszt szoktam látni, de akkor mi az a beer bus? De nem, ketten is írták. Akkor nyitott busz, és amíg utazol, annyi sört iszol, amennyi beléd fér. Jó, de az még ott meg az kisebb baj, mert ott nem tudnak senkit elbaszni. De ezzel a beer bike-kal meg mindenki satú részeg, és úgy mennek az úton, az autók között. Nem láttam még ilyet. A belvárosból kitiltották a beerbike-okat. Na, faszom. Hát nem is csoda egyébként. Még máshol nincs is értem nagyon, gondolom nem fognak a 16. kerületből beerbike-ozni a részek turisták. Ja. Na, jó van.